Szeretettel köszöntöm a Sporttárs ma esti adásának kedves nézőit. Azért dadogok itt az elején, mert dupla évadnyitó van, ha szabad mondanom. A Sporttárs 7. évadát nyitjuk meg, és hát, hogy is mondjam, bemutató előadás előtt állunk a Víg Színházban, és szeretettel köszöntöm Lukács Sándor művész urat. Szervusz! Szervusz! Na, a következő a helyzet, ugye, hát itt a 7. évad, ez nekünk valami, neked azért nem olyan, de ha fontosabb, hogy hát nem tudom, van-e ok a honderűre, de manapság, majd megmondod, de minden esetre derűre vadok ott, hiszen újabb premier lesz holnap után a Víg Színházban, illetve a Pesti Színházban. Igen, igen, kétségtelen, hogy kicsit előnyös helyzetben vagyunk, mert már tavaly, hát ugye mi szezonokba gondolkozunk, nem naptári években, tehát tavasszal lényegében már majdnem készre megcsináltuk ezt az előadást. Úgyhogy most egy 10 nap kell csak, hogy újra gatyába rázzuk, felújítjuk, emlékezzünk a dolgokra, és hát tényleg most már percek múlva bemutatjuk. És van ok honderűre? Nézd, ez egy bonyolult kérdés, mert ez a honderű, mint általában jellemző Spíró Györgyre, rendkívül szarkasztikus természete van, és a darab is tele van öniróniával, humorral, sok helyen keserű humorral. Tehát úgy ismerve nem lett meg. Nem. Igen, igen, igen. Tulajdonképpen 20 évvel ezelőtt volt ennek a bemutatója az akkor még létező Budapest Kamaraszínházban, parádés szereposztásban. Ugye egy hölgy és 3 úr játsszák. Törőcsik Mari játszotta akkor a hölgyet. Halman Péter, Sinkó László és Gera Zoltán. Az elég szép. A 3 idős urat, aki egykor mind a hárman nagyon kedvelték ezt a hölgyet, és 70 éves korukban meglátogatják. Tovább nem mondom, mert akkor lelőném a poént. Jaj, bocsánat. Hát ha már Gera Zoltán, az úgy nagyon szép, mert még az utolsó is Kossuth Díjas volt. Igen, 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 azért hát, mondom, hogy parádés. Most a mostani sem kevésbé. Hát itt is egy Kossuth Díjas játszik benne, ugye? Igen, sőt, hát az a Kern Andrissal ketten, ő másik Kossuth igen. Díjas, igen. Igen. Itt Börcsök Enikő játssza a hölgyet, Kern Andriss, Márton Andriss, és jó magam a 3 konszolidált, konzervatív 70-es úr, és bocsánat, el ne feledkezzünk, van a darabban még egy nagyon fontos szerep, egy fiatal ember, aki nem más, mint egy becsüs, mint egy végrehajtó, mert pont aznap jönnek az urak a hölgyhöz, amikor egy végrehajtó jár nála, és hát ebből rendkívül érdekes és bizarr helyzetek alakulnak ki. 3 teljesen más elképzelésű, világú, intelligenciájú úr, és a mai becsüs srác között, aki egy nagyon egyszerű, végül is a munkáját végző, de hát ha lehet mondani, akkor már az Y-generációhoz tartozó úr. Milyen kifejezéseket? Gratulálok. Igen, igen. Na jó, szóval. Követem a kort. Hát én meg azt, hogy a színházban működsz. Tehát, hogy az én most is egyik darabból a másikba. Hát ugye először is, hát Sir Winston. Hát Sir Winston, már játszottuk is az audienciát, úgyhogy Sir Winston Churchillként. De nem még akarom elviccelni, tehát a köztünk lévő viszonylag jó kapcsolat miatt mertem poénkodni. Tehát Sir Winston ül velem szembe. Pontosan. Tegnap előtt, vagy 3 nappal ezelőtt játszottuk először, az volt az első előadásom az idén. Úgyhogy még Sir Winston, még a Brexit idején is hát működik. Micsoda, hát ott tele van, hát John Major is benne van, igen, és nem tudom, megmutatom, hogy az össze, Anthony Eden, és nem tudom. Igen, telt házzal játszottuk, és hál' Istennek le is kopogom itt a sikerrel. De szereted Sir Winstont? Sir Winston, igen, nagyon szeretem. Egy jelenet, de abban nagyon sok minden benne van, abban is. És hát akkor a diktátor? A diktátor, tehát az audiencia, a diktátor, játék a kastélyban, nem tudom, emlékszel erre. Fogalma nincs. Na jó, itt megmondjuk, jó, igen, megmondhatjuk? Megmondhatjuk. Hát az a helyzet, hogy én nekem ugye ez az egyik kedvenc
darabom, és a Sanyi, hogy 40 éve játsza körülbelül, ugye? És most már oda jön a harmadik felvonás, akkor mindig rám gond. Mikor elkezdél, akkor mindig rád gondolom. Hogy mit szól. Igen, hogy... Már ilyen ösztönszerűen, automatikusan hogy mit szólok, amikor... Hát a többit megnézzék meg, igen. Mert szerintem... Egyébként, ha valamit 40 évig játszik az ember, azt nem unja el? Nem, attól függ, hát milyen a darab szövete, milyen a darabnak a súlya, a tehetséges. Mert sem a 40 évig megírva. Nem lehet akármilyen darabot játszani. Nem 40 éve játszom, de mondjuk 20. Az is elég, ugye? Akkor 40 éve játsza a Vígszínház. Hát a Vígszínházban majdnem 50. Hát azért mondom. 47. Na rendben van. Igen. Ha több évtizedig játszol egy darabot, az nyilván csak olyan darab lehet, ami, hát az nem létezik. Szóval az nem véletlen, hogy ennyi ideig játszunk. Na most, amit ennyi ideig játszanak, az jól meg van írva, vagy legalábbis arra gondol. Tehát ez is, hát Molnár Ferenc eleve egy zseniális színpadi szerző volt, de hát ez az egyik legbravúrosabb. Hát Spíró is az. Hát nincs Spíró is, így van, így van. Úgyhogy még a Játék a kastélyban, még az Óza csodák csodája is megy, és akkor most hozzájön a honderű, és el ne feledkezzünk egy másik számomra rettentően fontos előadásról a Stúdió Színházunkban, Kertész Imre Kardis egy meg nem született gyermekről, ami hányszor ment csodál. Eddig? Hát eddig még négyszer. Hát ugye ő tavasszal mutattuk be. Fölvettük a Stúdió Színház műsorára, tehát rendesen fog... Láttam menni. A programban. Igen. Egy nagyon... Nagyon hát, komolyan. Hogy mondjam, volt már egy kertész a József Attila Színház Stúdió színpadán, pontosan. Hasonló, ugye? Nem, hogyne. Darvas Iván és a Kulka Jancsi csinálták meg ketten. Dermesztő volt, ezt nem láttam ezt még veled, igen. De gondolom ez nagyon megterhelő lehet, nem? Nagyon, de gyönyörűséges. Igen. 1 óra 20 percet töltök el ezzel a darabbal. Eleinte nem hittem, azt mondtam Enikőnek, igazgató asszonyunknak, hogy mondom, Enikő, ez lehetetlen, ez nem, szóval hogy mondjam, ez olvasásra íródott, ezt olvasni kell. Se könnyű, még viszont olvasni se könnyű. Olvasni se könnyű, és érdekes módon, ahogy Vörös Róberttel, a dramaturgunkkal elkezdtük próbálni, napról napra egyre inkább azt kezdtem észrevenni, hogy itt igenis, ez abszolút való színpadra, és hát valami egészen félelmetesen őszinte, letisztult, puritán, ugyanakkor metafora halmaz, ez egy nagyszerű írás. Nagyon nehezen nagyszerű írás. Igen. Na most mi azért, én nem úgy csinálom, mi nem úgy csináljuk, mint a Darvas Iván és a Kulka Jancsi, hogy leültek egy asztalhoz, és szépen felolvasták. Mi egy kicsit színpadszerűen, tehát, hogy mondjuk... Hát úgyis dermesztő volt. Megdramatizáltuk, tehát több helyszín van, nagyon érdekesen vannak világítva a különböző helyszínek, és egyik helyszínről a másikra vándorolok a mű alatt, ami szerintem még inkább, hogy mondjam, érdekesebbé teszi, vagy jobban felhívja a figyelmét éppen arra, amit akkor mondok azon a helyszínen. Szóval imádom, és ez a óriás, előadás... hogy így tudsz beszélni róla. Azt gondoltam, most nem a barátomat kérdezem, hanem a színművészt, hogy azt gondolom, hogy erre valahogy máshogy kér, tehát az ember máshogy készült, tehát hogy más. Tudom, szóval most nem voltam színész. Nem akarok nagy szavakat használni, de ez több, mint egy színész, és eljátszik egy szerepet, szóval ez több. Azt hogy érted, hogy több? Úgy értem, hogy az emberi, az írói tartalmai ennek a műnek, ez... Amikor egyszer-kétszer eljátszod, akkor mindig újabb és újabb felfedezéseket teszel? Egy csomó új impulzus érint meg mindig. Tehát a helyi diszpozíció is nagyon bejátszik, közre játszik. Imádom, az például az érdekes. Imádom, ha azt mondod a játékot, azt mondod, imádom. Igen, hát azt könnyű imádni, imádom, de ezt nem könnyű imádni. Nem, de ezt egész más dolog a kettő. Ezt értem, de az imádom kifejezést, érted igen, ezt? Igen. Hogy, és mégis azt mondod belül meggyőződéssel, szóval, hogy imádom. Olyan katarzison megyek át jó magam is, remélem a közönség is, mert hát a célunk mindig az, hogy katarzist tudjunk okozni. Másnap másképp kezdve? Igen. Vagy a színész? Igen, nem. Igen? Például aznap, tehát hogyha ezt játszom, akkor addig, amíg el nem alszom, erre gondolok, és sokszor álmodom is, a lejátszott előadásról. Tehát nem tudok tőle szabadulni. Miközben de ez más nagyon jó. Alkalommal igen, az a jó, igen. Ha elfelejted, kilépsz a színházból. Sose tudtam megérteni, hogy lehet, hogy kilépsz. Ez hosszabb ideig belemarad. Sir Winston voltam 10 perccel ezelőtt, és Lukács vagyok 10 perccel azután, de utána mindig volt, tehát, hogy meghívjuk.
Ja, minden színészek. De akkor ezek szerint a Kádisnál ez... Igen, ez hosszabb ideig marad velem előadás után ez a mű. És hát itt, mi? Hát itt most lényegében Kertész Imrét, idézőjelben mondom, kéne vagy kell játszanom. De ez hülye kifejezés. Egy olyan ember, én Lukács Sándor vagyok, aki a Kertész Imre gondolatait megpróbálja a lehető legtökéletesebben átélni. És átadni. Tehát egy nagyon érdekes játék, ez szintén idézőjelben mondom, szent játék. És milyen szomorú, hogy ezt a Kertészt nem nincs egyedül, mert Eszterházit is, hogy ez, és gondolom, hogy Spírót is egyébként nem tudom, de Eszterházit és a Kertészt azt konkrétan tudom. Hogy, ugye, hát hogy a sors ilyen... olyan szerencsés voltam, hogy Eszterházinak is két darabjának a főszerepét eljátszhattam, és egy nagyon jó barátság is alakult ki a Péter és köztem. Őrzöm a második levelét. És amikor olvasod azt, hogy hogy beszélnek róla, akkor mit érzel? Hát mindig ez arra jellemző, aki mondja. Igen, én is ezt gondolom. És nem is kell szinte többet mondani. Hát tulajdonképpen foglalkozni se kell vele, csak eszembe jött. Mert annyira, hát ez komolytalan. De nagyon szomorú. Igen. Tehát, hogy az embert elszomorítja. Igen, mert megtéveszthet olyanokat, akik ugye nem ismerték, már fiatalok. De ha gondolsz erre, egy zsenire gondolsz, és hogy ez hogy lehet ilyen módon. Tehát, hogy a Kertészre... büszkének kéne lenni, nem? Hát végül is... Hát én nagyon remélem, hogy azért vagyunk egy páran, akik büszkék hát is vagyunk rá. Bizonyára. De hát nyilván van egy rétege vagy baj. Olvastam, hát ugye nem olyan nehéz, hogy ugye van egy különleges programja is a Vígszínház, nem mondjuk a jövő héten, ugye a Vígszínház a nyitott, a Vígszínház Open, hogy legyünk stílszerű, mint a US Open mondjuk. De ugye, de hát ez már, hát legalább az, hogy nem tudom mióta, de hagyomány. Igen, már hát megkockáztatom 8-10 éve már lassan. Hogy tehát nem olyan, mint a mondjuk a játék a kastélyban, de egy hagyomány. De hát ez is egy... Na most ez a színésznek? Érdekes dolog, mert ugye a egész arra van kitalálva, és nagyon érdekes, hogy már más színházak is csinálják. Van ez a színházi nap, ez a úgynevezett nyitott nap, amikor a civil emberek bejöhetnek a kulisszák közé, és egyáltalán a színháznak a belvilágát egy kicsit megismerhetik. Azt szoktátok mondani, igen, a szoktátok, igen. Az azért mondom, ne arról közel, uh-huh. Hogy a, és frankon, tehát hogy halálos meggyőződéssel, hogy a közönség dönt. Na most, ha a közönség dönt, akkor ha a közönség jön, az, jön, na milyen? Jön, mert hát a közönséget rettenetesen érdekli az, hogy ezt hogy csinálják, hol csinálják, milyenek azok a területek, helyiségek, amit nem látunk a nézőtérről. Ez mindig egy ilyen bizarr izgalommal tölti el a civil embereket, és tényleg ilyen csoportokban jönnek is, felnőtt komoly emberek a gyerekek mellett is, nézik a zsinórpadlást, az öltözőket, a sminktermet, a legkülönbözőbb, ugye, általuk nem ismert, vagy nem látott helységeket. Ez egy ilyen érdekes dolog. És neked? Hát nekünk az érdekes, ahogy ők csodálkoznak. Hát ezt akarom hallani. Figyeljük őket, hogy ki vannak éhezve a titkokra. Na de azért van ez elsősorban, mert azokat, tehát hogy... Ugye azok vonzák, nem az épület vonza be őket. Ahogy az én szakmámnál maradjunk, ugye a Népstadion, az nem a épület. Most köszönöm, hogy ezt mondtad, itt egy picit meg kell, hogy száfoljalak. A Vígszínháznál? Igen. A Vígszínház, de még mi is? Hát ha elmegyek a régi 108-as öltöző előtt, akkor még Bárdi Gyuri kölnyének illata még mindig meghessenti az orromat. A Bárdi szag, ami keveredett egy finom szivarfüst illattal és a Gyurinak a jellegzetes kölnyével, parfümjével. Jó, hát ebbe belemegyünk, és nyugodtan, akkor hányat lehetne ilyet? Ó, Istenem! A kis Latinovicstól. Latinovics, ő föntöltözött a büfé mellett, akkor a Éva drága Rutkai, ő a földszint és az első mellett között egy kis beugróba, ott is. Na hát várjál, ebben elszezem belőtt. Azt mondta nekem egyszer a Vitrai, hogy amikor... Hát ugye én nem vagyok. Ott volt díszítő, ott egész fiatalon. Na ugye? Például. Hogy? Tudok róla. Na, ne, nem róla. Ezért hoztam szóba, hogy amikor mondtam neki még a kezdetén, ő volt a vendég, és én itt ültem, és mondom, hogy hát ne viccelj már, mondom, most téged én, hát ez nevetséges, hogy a kettő, én nem vagyok riporter, te meg a legjobb vagy. És akkor azt mondta, hogy ez hülyeség.
először is ne állsz szerénykedjél, másodszor is, és ez a lényeg, és ezt megjegyeztem. Figyelj arra, amit a másik mond, és akkor rendben lesz. Igen. És arra jut eszembe, hogy a... Hát igen, hát arra. Ez a lényeg, igen. Mert elnézést, és nem akarok egyetlen riportert, pláne fiatalt megbántani, de ugye föl vannak készülve a kér, és elindul egy riport, és nem arra figyel, amit a másik, hát amit az alanya mond, hanem már készül a következő kérdésre. És ez nem de, jó. Ez nem hát jó. Persze. Ez nem hát jó. Persze. Abból kell, akkor lesz igaz érdekes, mikor... De úgy nem tudsz beülni másrészt, csak a nézőnek mondom, hogy ne készülj fel. Tehát ettől az még... egy más kérdés? Igen. Ettől még tudni kell, hát hogy miket akarok kérdezni. Hát persze, hát hogy ne, így van. De hát ez persze. Alakulhat, de érdekesebb. Nagyon, és ez így bennem maradt, mert igen, ugye igen. Én végül is író ember, hát persze. Író, hát... Ha Spíró ír, akkor jó, ne. Akkor mit csinálok én szokta? Te igen. Ne állsz szerintem, te a szakmádban egy kiváló jó. Ember vagy. Jó. Én még nem ismertelek személyesen, de már ha te voltál, akkor oda kapcsoltam. Ugorjunk. De ez jó, ez rendben van. Jó, ugorjunk. Jó, ez volt a belé, a, hogy mondjam, a megbeszéltük előre, hogy csak így jön. Csak akkor hisz, ezt elmondom. Jaj, Istenem. Na jó, szóval, de rendben van. Tehát, hogy de megjegyeztem, amit a Tamás mondott, mert, és tényleg úgy van. Tehát, hogy mondasz valamit. Hát arról jut eszembe valami. Hát, hogy a... Persze, persze. Hát, hogy a... Nyilvánvaló. Ez, na szóval, hogy a Víg Színház. Hogy az jutott eszembe, amikor itt mondtad, hogy a Bárdi szivarfüst és a parfüm illata. Hogy hát Sanyikám, az a helyzet, hogy abban a kategóriában vagy most már, mint a Latinovics, meg a Darvas, meg a nem tudom, hát kicsoda. Hát korilag. Ezt ne hülyeskedd el. Szóval azt akarom kérdezni, hogy miután ez most már nem udvarlás ebben az esetben, hanem itt egy komoly ember van, de ezt komolyan is mondom, hogy ez felfoghatatlan. Mert ez valószínűleg nem hitted volna hajdalán. Tehát, hogy egyáltalán föl lehet tételezni, hogy a Latinovicssal egy lapon emlegetnek. És most mondhatnék még néhány szivarfüstöt még a házból. Tehát ezt kíváncsi vagyok, hogy de azért mégiscsak egy legenda ül velem szemben. Hát ezeket én nem is hallottam. Hát, amiket mondtál, ezzel... hál' Istennek nem jó, hallottam, ne mert már. Borzasztó hát lenne, hogyha mit én... nem nyertél el? Tehát nem azért lettél szint. Ez mind rendben prima, van. Prima, primissimától, nem tudom, micsoda. Igen, most... ez mind rendben van, illetve hát köszönöm a sorsnak, és hálás nevet. És egyáltalán, ha azonosítanak valakiket a Víg Színházzal, a Lukács most már benne van a történelemben. Jó, ennek ezt... viszont nagyon örülök, mert tényleg egy olyan fantasztikus előtt hadsereg van előttem, akihez nemhogy... akihez büszke vagyok, hogy ezekhez hozzá hasonlítanak. De visszatérve egy kicsit, igenis, nekünk a Népstadion, a Víg, olyan, mint a Népstadion, a Víg Színház. Tehát a falakból ott a puskásücsék, kocsisék, bundzsákék, hogy egy vasas nevet is mondok, de többet is tudok. Tehát valahogy árad a légkörük. Ez egy szögletről eszembe jut az, hogy hopp, itt adtam tüzet a Darvas Ivánnak. Mit tudom én, itt törölte az Éva a könnyeit, mert a darabba elsírta az magát, Éva, kijött, Rutkai, igen, és még itt tudom, hogy itt ennél az ajtónál az ügyelőtől 3 méterre még mindig civilbe is törülgette a könnyeit, amit a színpadon ugye elkezdett sírni. Szóval ilyen fantasztikus jelenetek. Mit tudom én, a Páger Antal, ugye, annál az asztalnál, a büfénknek, a színészbüfének, annál az asztalánál hívott meg egyszer egy kávéra. Tehát ezek mind beugranak, én nem azt mondom, hogy állandóan, de sokszor. Tehát igenis a falakba benne vannak ezeknek a nagyoknak a szellemiség, a légköre. De valószínűleg ezt kezdettől fogva így érezted. Sőt, nem csak erre gondolok, ezt azért mondom, mert valószínűleg nem is lettél volna ekkora színész, hanem így érzed. Ezt igen, kérdezem. Nem lehet a múlt nélkül. A múltat ismerni kell, tudni kell, meg kell tanulni. Ha nem voltál benne a múltba, akkor érdeklődni kell utána, és ezt mondom a fiataloknak is, hogy higgyétek el, hogy ez nem csak egy ilyen stréber izé, hogy műveltség, meg nem tudom, nem, ez hozzá tartozik. Tehát ahhoz, hogy te a szakmádat, a hivatásodat olyan szinten képviseld, ahogy kell, vagy ahogy lehet és szabad,
ahhoz a múlt ismerete is kell. Hát ez olyannyira, hogy most megint az én szakmámra váltok, hogy szerintem a magyar futball mélypontja, vagy mélyrepülése abból is fakad. Az egyik szeglete, hogy fogalmuk sincs, hogy ki az a Albert Farkas. Ilyen nem létezik. Ilyen nincs a világon. Iván, nem akarlak ismételni, de muszáj vagyok. Ugyanez van nálunk is. Igen. Tehát az, hogy egy felnőtt, én nem Ódri Árpádot mondok, meg Szerémi Lászlót, meg nem tudom én, egy Tomanek Nándort, egy Kálmán Györgyöt, ugye, akik fantasztikus színészek voltak. Fantasztikus. Sok fiatal nem is tudja, hogy ki. Nem tudja. Somogyvári Rudolf. Aki mondjuk nem Páger, Básti, Latinovics, Darvas, hát Somogyvári magasságon. De akiket nagyon híres színész, hát Kálmán György az Kálmán, volt olyan magasságban, nem? Fantasztikus színész. Hát nem is tudom, hol, nemzetibe játszott. Nemzetibe játszott. Igen, és hát fantasztikus színész. Lucifertől kezdve a Bűnbes és utáni. A megjelenés, ez a fanyar. Ez ugyanolyan jellegzetes karakter volt, mint a Latinovics. Pontosan. Ugye? Tehát az abban a kategóriában. Szerintem a Básti, az a legmagasabb. Kálmán György. És nálad ez így van? Hát igen. Én nem azt mondom, hogy mindenkinél, de sajnos a többségnél ez így van. Nem ismerik. Nem a régmúltat, a közelmúltat se ismerik. Úgy, ahogy illene, hogy ismerjék. És ezt mire véled? Már úgy értem, hogy minek tulajdonképpen, te elképzelhetetlenek tartottad volna, gondolom, hogy nem ismered a Latinovicsot. Valahogy több időnk volt, mert akkor még ez az iszonyatos információ áradat, ami a mai emberre, gyerekre, felnőttre egyaránt rázúdul, hát az internet. Az internet, most nem akarom egyérte, sőt, hát az internet egy óriási dolog, tehát óriási pozitívumai is vannak. Hát most azt hallom, hogy több a negatívuma már. Most kezdek. Erről van szó. Tehát akkor még nem volt, akkor még voltak az újság, ugye. Na jó, nekem mondod, És több idő volt beszélgetni, több idő volt fehér asztal mellett eltölteni időt. Nem rohantunk ennyire, nem lógtak ki különböző csövek a fülünkből, már lassan a fenekünkből is, minden fiatalnak egy cső lóg ki minden nyílásából, és nyomják, egy valóságos elidegenedést vélek felfedezni. Tehát nem tett-a-tett személyesen beszélgetnek, hanem közvetetten, a telefonjaikon, a netjeiken keresztül. Nem figyelik az embert. Néha villamossal megyek, vagy mit tudom én, és úgy figyelem az embereket. Meg se nézik a környezetüket. Nem, szóval, hogy mondjam, nem, én szeretem nézni az embereket, persze nem feltűnően, de úgy. Hát egy színész az karaktereket, abból él, karaktereket lopok el, gesztusokat figyelek, hangsúlyokat figyelek, frizurákat, öltözködést, mert érdekelés, hogy ez a Pali hogy tartja az aktatáskáját, vagy hogy nyújt rá, stb. Most ez van, hogy nézik a izét, nyom, nem érdekli őket a körülöttük lévő világ. Nagyon érdekes. És nyilván visszatérve ezek abból fakadnak, ezek a hiányosságok, hogy csak a legcélszerűbb és a legpraktikusabb dolgokkal foglalkozik a mai fiatalság, amit én aláírok, hogy ez fontos dolog, az, hogy karriert csináljak, az utam, a pályám, építkezésben, mik a legszükségszerűbb pontok, mikkel a technikával, mik, stb. Ez érthető, de sajnos egy komoly, vastag, humán réteg, az kiesik. Azt hagyom mégis, Sanyi, hogy a Big Színház adatait nézed, és állna a telt házban. Ez ellentmond ennek. Hát ennek is rettenetesen örül az ember most, amikor annyi felé lehet menni, és annyi minden van, kiállítások, rengeteg színház, kőszínház, alternatív színház, millió mozi, fantasztikus, kényelmes mozik, föl lehet a lábat tenni, stb. Hát ez örülni kell. Fantasztikus, kényelmes mozitól nem vagyok elragadtatva, mert ott meg megy a pattogatott kukorica, ami igen. Már teljesen. Én az meg, nem olyan rég láttam ezt az új Tarantino filmet, ha volt egyszer egy Hollywoodot, egy ilyen lábfeltevős, kényelmes moziban, és nagyon kellemesen éreztem magam a Momba van egy fantasztikus mozi, és még pedig volt egy nagy pattogatott kukorica mellettem ott, akik ültek, de valahogy nem hallottam a rácsálást. Én megőrülök tőle, de... Persze. Nem, mint hogy a színházban is a cukorka, meg mit tudom, ezek zavarnak. Az borzasztó lehet fönt. Nem, most már nagyon ritkán, nem is tudom, mikor hallottam utoljára. Hát persze a Big Színház mondjuk az egy nagy színház, majdnem 1200 személyes
nagy színház, tehát, de hogy azt tényleg majdnem mindig meg tudjuk tölteni, vagy legalábbis 70-80%-os házakkal megy, ez nagy dolog. Nagyon. Ez nagy dolog. Na most beszéljünk meg olyan egy nagy dologról. Hát mi van a Madridda? Mégiscsak sportás a műsor igen. Címe. Szóval... Egy percet, hát mégiscsak a Madrid az egy fontos dolog, nem? Nagyon, nekem nagyon fontos dolog. Szóval nekem, a lelkemnek, a szent szórakozásomnak egy része, és hát hiába az, hogy háromszor egymás után ugye megnyertük a Beket, illetve bajnokok ligáját, én ezt már akkor tudtam, amikor harmadszor megnyertük, és volt az ünnepés, hogy ennek lesz böjtje is. Mert szóval... Érteni, ne haragudj, hogy megnyertük. Megnyertük. Ezt így mondom, megnyertük, igen. És hát megjött a böjt. Szóval nem lehet ilyen sikereket nem lehet a végtelenségig vinni tovább. Most úgy látszik, a tavalyi év is egy böjtös év volt, és nem akarok előre kiabálni, de ettől is nagyon félek. Megmondok valamit. Ugye azt mondták, a évszázad klubcsapata a Madrid, ugye? A igen. Múlt évszázad, ez az évszázad igen. Már még az elején tart, de hát már három BL, sőt, tehát ebben 2002-ben is 2002. volt BL, de igen, tehát igen. Jó, de most mindegy, most nem számolom össze az összeset. A lényeg az, hogy ugye az évszázad klubcsapata és egyáltalán a klubfutball non plus ultrája a Real Madrid, igaz? Nem is mondjuk, hogy Real, ugye? A Madrid. A Madrid, igen. Hát, a Madrid. És a hogy minden idők legsikeresebb válogatottja, ugye a brazil válogatott. És csak amit akarok mondani, ugye a Madrid 66 és 98 között egyszer se nyert a BL-t, vagy Beket, igen. A brazil válogatott 70 és 94 között, tehát negyed századon keresztül egyszer se. És mind a kettő, milyen érdekes, megőrizte Real Madrid és brazil válogatott jellegét igen. A negyed század alatt is. Az milyen? Igen. Az milyen, mintha... Tehát valami olyan erősen igen. Hat ez a név, igen. Megbabonázta az embereket, még ha nem nyernek, akkor is a rangjuk, a névójuk, az úgy megvan a tudatban. Igen. Pedig ez érdekes, mert viszont a színházban, ott minden este. Tehát ott nem csak a Nimbus van. Ha csak a Nimbus van, na jó, hát ezek azért nem voltak gyenge csapatok az alatt a 24 év alatt se, de... Persze, na jó, persze. De jó. Igen. De szóval, hogy a... Színészek ugye azt mondják, hogy minden este újra kell teremteni, nem csak a figurát, hanem a... Magadat is belül. Önmagadat. Igen. Tehát a szűzen kell mindig kimenni, mintha először játszanád. Mintha először. Persze ravasz dolog ez, mert az előző előadások tapasztalatait azért beépíti az ember, meg a próbák tapasztalatait. Hát hogy mondjam, felkészülés nélkül semmi nem megy. Improvizálni lehet, sőt, néha kell is, de folyamatosan nem lehet. Szóval, ha nincs igazi, komoly felkészülés, az meglátszik. Na jó, hát egy ilyen színházban ez nyilván alapvetés. Tehát ez a jó klubba kerültél. Annak jó klubban, igen. Hát, igen. Nem, hát az igen. Azért... Hát még egy bajnokok ligáját azért még szeretnék a Winger nyerni. Hát most mi? Most mi lehet? Hát melyik a... Hát nem állja, melyik az esélyes? Tehát itt azért jobbnál jobb, tehát mondjuk a kiírják most ugye Eszenyi kiíratja, nem tudom én, a plakátra, hogy nem tudom én, ezek mennek, diktátor, audiencia, nem tudom én, Honderű, Kaddis, és így tovább. Nézd, hál' Istennek van egy elég jó elosztás itt a pesti színházak között, hisz nagyszerű színházak vannak, ugye, mint a Katona József Színház. Nagyon szépen följött az Örkény Színház is, a Radnóti, Pesti Magyar, stb. Víg, a Madács ugye zenés dolgoknak a tehát úgy eloszlanak a dolgok, és aztán az emberek ízlésük és üzéjük szerint válogathatnak. Tehát... Hát arra kérdeztem csak, hogy melyikkel nyered a BL-t? Hát nem tudom, hát én már Zidánnal beszélek, hogy... Ja, értem, nem jaj, a Madrid... Rendezzen egy darabot a Zidán. Az szép rendben. Na jó, hát ez Jégszónak jó volt. Jó, nem? Igen. Ennél jobbat nem tudom. Nem tudom. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Köszönöm. A nézőknek köszönöm a figyelmet. Egy hét múlva találkozunk. Ez volt a 7. évad első, hát majdnem azt mondtam, hogy előadása. A viszontlátásra.